Változik a világbajnoki program a kajakenusoknál. Jövőre ugyanis a női kenusok sokkal több számban indulhatnak, mint korábban. Vendégem a kajakenu válogatott szövetségi kapitánya Hüttner Csaba, illetve Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső válogatott kenusok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát azért már az, hogy tavaly biztossá vált, hogy olimpiai program lesz a női kenu, azt gondolom egy hatalmas lökést adott a sportágnak, és természetesen nektek is. Most az, hogy kibővül a VB programja, ez mit jelent számunkra? Csaba, engedd meg, hogy először téged kérdezzenek. Egyértelműen az látszik, hogy ugye a női kenu egyértelműen erősödik. A két olimpiai szám is, ugye az 500 páros és a 201-es bekerült a műsorba. Ez azt mutatja, hogy a női kenut minden szinten erősíteni kell. A világbajnokság programjában ugye már jó 10 éve szerepel ez a szám, és ugye a lélekszám is olyan szintre emelkedett, hogy egy szinten van már indulók számában, ha még nem is annyira erősségében, de a női kajakosokéval, de az élmezőny az már egyértelműen olyan szintre emelkedett, hogy megegyezik a női kajaknak a erősségével. Ezáltal természetesen az ICF-nek és az IOC-nak is az volt a törekvés, hogy minél több női kenus szám legyen, ezzel is a tömegbázist tudjuk emelni. Ugye amikor szövetségkapitány lettél, akkor azt mondtad, hogy 4 lábon álló válogatottat szeretnél kialakítani. Én azt gondolom, hogy nem kifejezetten a női kenu volt ekkor, hiszen az egyik legfontosabb, hanem a férfi kenut kellett valahogy kicsit helyreállítani, hiszen a lányok azért nagyon jól teljesítenek, nem? Hát az egyértelmű, a lányok a idei évben is ugye végig versenyezték az összes világkupát, az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is szereztek olimpiai számba érmet, ami nagyon nagy dolog, tehát ez a lábunk elég erősen áll, és természetesen, ahogy mondtad, a férfi kenusok az egyetlen láb, ahol nem szereztünk érmet olimpiai számba, de hát ezen dolgozunk természetesen. Na hát bocsánat, lányok, hogy ezeket a köröket itt meg kellett futnom a szövetség kapitánya, de hát akkor most nézzük azt, hogy ti hogyan álltok ehhez. Hogyan fogadtátok azt például, hogy így kibővülhet a VB-nek a számai a ti szempontotokból? Ez azért nem csak jó, mert hanem ugye sokkal több munkát is igényel talán. Hát örülünk neki, meg így, ahogy beszéltük az edzőnkkel, ezután is a két olimpiai szám lesz a fontos, ami ugye nekünk csak az a 2 volt. Hát nagy változások nem lesznek az edzés munkában, mert a pároshoz szükséges ugye nekünk az 501-es is, amit szoktunk külön is menni, és a 201-es ugye olimpiai szám, ott van a 200 páros, úgyhogy az edzés munka az nem fog változni, annyiban az érzés lesz más, hogy most fog bennünk talán tudatosulni, hogy olimpiai számosok vagyunk, mert vannak olyan számok is, amik nem azok, szóval lesznek kiemelkedő számok is. Amikor ugye most sikerült jó eredményeket elérni, és olimpiai számban a világbajnokságon, akkor mennyire lehetett érezni ezt, hogy ennek a számnak egy kicsit a presztízse megnőtt? Hát érezhető volt, mivel az előfutam is rendkívül kemény volt. Döntőben meg látszódott, hogy mindenki erre készült, és akik mondjuk a világkupán nem úgy szerepeltek, a világbajnokságon sokkal jobb teljesítményt tudtak nyújtani. Tehát a világkupát nagyon szépen kezdted, és azért elég érdekes harc kezd itt kialakulni köztetek, mert hol az egyik kötök a jobb, hol a másik a jobb, ezt hogyan tudjátok egymás között így megbeszélni, vagy leosztani, na akkor most ki melyikbe indul? Hát mivel együtt is edzünk, ezért számítunk ezekre az eredményekre. Mindig meg tudjuk beszélni, amikor visszaérünk versenyről, már egyből a hotelszobában, vagy itthon, vagy egy Győrben, de nem érzünk feszültséget emiatt, hogy egyszer az egyikünk jobb, másszor meg a másik. Hogyan tudod te ezt feldolgozni? Ugye tavaly pont te voltál a jobb, idén pedig ugye Virág meg sikerült jobb eredményeket, de aztán akár versenyeket nézegettünk, akkor lehet, hogy nincs is igazam, mert aztán volt másik, amiben meg te voltál a jobb. Persze, szerintem pont ez a párosunk erőssége, hogy mivel az egyes is fontos nekünk, meg minden edzésen tudunk versenyezni, ezért amikor párosba összetérdenünk, akkor össze tudjuk adni a tanultakat, meg azokat, amiket gyűjtöttünk egy edzések során. Úgyhogy kamatoztatni is tudjuk, meg szerintem ez visz minket előre. Mennyit kell együtt edzeni, mennyit kell külön edzeni? Ugye az a szerencse, hogy egy egyesületben is vagytok, tehát azért tudtok mindig, de hogy oszlik ez meg, ugye az egyes és a páros?
A páros edzések azok úgy szoktak zajlani, hogy heti háromszor, szóval kevesebbet párosozunk, de ugye az mindig ugye minőségi munka, meg akkor már így inkább pályamenés, meg élesítés. A résztávos edzéseket egyesbe végezzük, az több van, de ugye pont ezért, hogy a párosba így együtt harmonikusan tudjunk lenni, ezért ugye kellenek összeszoktató edzések is. Én azt gondolom, hogy most már végre itt a pihenés, de hát azt látok, hogy éppen egy edzésről sikerült meglógnotok, de még így is várjátok kettő. Hogy néz ki a mai program? Hát még hazaérünk, akkor megcsináljuk a mai adagunkat. Most kezdtük el az őszi felkészülést, mert kaptunk egy hónap pihenőt a világbajnokság után, úgyhogy most vetjük bele magunkat a munkába. Azt hinném, hogy még egy picit lehet pihenni, de hát ezek szerint akkor nem. Hogy néz ki a válogatott? Ugye így az év elején sikerült átvenni ezt a stafétabotot, egy teljes szezont mondhatunk így magunk mögött? Igen, igen, teljes szezont. Ezt a évet felvezetésnek tényleg egyértelműen az olimpiai ciklus első évében azt terveztük, hogy ez egy ilyen felmérés lesz, hogy jöttek az új olimpiai számok, ugye férfi kajakba a négyes változott, illetve 200 páros lekerült a programról, férfi kenuba lekerült a 201-es, tehát egyértelműen poltolózunk abban az irányban, hogy hogy tudjuk kialakítani az olimpiára a legerősebb, illetve a kvalifikációs évben azt, hogy meg tudjuk szerezni az összes kvótát, ami egyébként azért is lesz nehéz, már nem a kvótáknak igazából a megszerzése, hanem a kvótákkal való jós ráfárkodás, mert a jelen állapot szerint egyértelmű azt, hogy ugye kiegyenlítjük vagy az IOC kiegyenlíti a női és a férfi kvóták arányát, ezáltal ugye férfi kajakban 6 kvótát szerezhet egy nemzet, ami ugye arról beszélve, hogy van egy négyesünk, van egy párosunk, meg 2 egyesünk, ha összeadjuk a beülőket, akkor egyértelműen kijön az, hogy 6 emberből nagyon nehéz megoldani, hogy minden számba külön induljunk. Tehát lehet, hogy lesznek vérveszteségek az olimpián, és el kell engedni számokat, vagy úgy összeállítani csapathajókat, hogy akár az 504-esből valaki indul 1004-est, vagy a 201-es kerül az 504-esbe. Tehát ez egy jó kis matematika. Ez egy állandó logisztika szerintem, hogy ki, mikor, hova megy, és aztán néha még az is megváltozik, hogy mikor indítják azt a futamot, és aki éppen az egyikbe volt, hogy ér át a másikra. Hogyan lehet ezt így, hát tényleg kisakkozni tulajdonképpen? Hát ezért van egyébként ez a kapitányi feladat nagy részben, és ugye hát egyértelműen azt tudni kell mindig az év elején, hogy mi a VB-nek vagy az olimpiának a hivatalos műsora, mert ez is minden évben változhat az időbeosztás. És hát abban a szerencsés helyzetben van egyébként az olimpiai programja, hogy ugye 3 nap rendeznek döntőket, és ugye összesen 6 napig megy a program, tehát ott kicsit lazább olyan szempontból, mint a világbajnoki program, ahol 4 nap alatt lezongorázzák a jóval több számot. Tehát idő egyébként van a pihenésre, de akkor se biztos, hogy a duplázások sokkal nagyobb a stressz egy olimpián, hogy megengedhető, például férfi kajakban, ahol egyébként a legnagyobb a rivalizáció, és mondjuk ad esetben, aki egyest indul, az másnapra már lehet, hogy teljesen kievezte magát, és nem fog tudni teljesíteni párosba, tehát ezeket a dolgokat nagyon föl kell mérni az előző években. Már években. Most? Tehát már ilyenkor el kell kezdeni ezen sakkozni? Hiszen azért még az olimpia odébb van, de hát már most úgy látom, hogy új számok jöttek be, mások elmentek, persze ezeket azért már lehetett tudni, de hogy ez, hogy hogyan kell ezt felépíteni? Már ilyenkor el? Azért kell most elkezdeni poltolózni, és meg kell azokat a fix számokat, amiben a legeredményesebbek lehetünk, az olimpiai évében arra kell fókuszálnunk. Egyébként a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség új kvalifikációs rendszere, illetve az olimpiai program abban az irányba megy, ami nem csak a női kenusoknak, hanem a női kajaknak, a férfi kajaknak és a kenunak is ilyen szempontból egy kicsit enged teret, hogy ad esetben most ugye azt terjesztették föl, és úgy néz ki, hogy el is fogják fogadni, hogy 2 egység indulhasson országonként a megengedett kvóták alapján. Tehát ad esetben ugye ez megszüntethetné a 2 lány között, amit nincs is rivalizáció, tehát ad esetben mind a ketten tudnának egyest is indulni, ha kijutnának az olimpiára, vagy akár mondjuk női kajakba
Kozák Danuta mellett tavaly indulhatott volna Csipes Tamara, ami számunkra jó, de viszont veszélyes is több számba, mert nem biztos, hogy azáltal, hogy elindítjuk egyesbe mondjuk Csipes Tamarát, nem biztos, hogy a négyesbe ezért nem lesz fáradtabb, tehát azért ezeket be kell lőni a évek során, hogy melyik az a szám, amiben engedjük a duplázást, melyikben nem. Lányok, ti néztek már ennyire messzire előre? Azért azt hiszem, hogy ez azért még nektek nagyon távoli, nem? Hát én úgy építem föl, hogy inkább ilyen évszakonként, szóval most elkezdtük az őszi alapozást, úgyhogy az őszre koncentrálok, télen majd télre. Szerintem mindennek ilyen egy lépcsőfokosnak kell lennie. Úgyhogy látom körvonalazódni magamban nyilván a négy éves ciklust is, de ugye egyelőre csak az idei szezonnal foglalkozunk. Mennyire éreztétek azt, hogy változott az elismerésetek azzal, hogy olimpiai sportág lett a női kenu? Hogyan fogadták ezt a nagy kajak nemzetek? Mi is közéjük tartozunk, sőt, talán a legjobbak vagyunk, de hogy azért a többiek ezt hogyan látták? Hát többen jönnek gratulálni, én azt érzem. Viszont a mezőny is egyre jobban bővül, úgyhogy kis országokból is már jönnek versenyzők. Úgyhogy úgy érzem, hogy tényleg kezd felzárkozni a női kenu is. Amikor ti ezt választottátok, akkor még egyáltalán nem volt szó erről, hogy az olimpiai sportág lett. Akkor mi volt benne a vonzó? Vagy a remény, hogy majd egyszer ad lesz? Igen, a remény, meg azért kósza hírek jártak, hogy majd lehet, hogy felkelő olimpiára. Nekem az öcsém kenuzott, és láttam, hogy mennyire szereti, és úgy gondoltam, hogy akkor kipróbálom. Benned is megvolt ez a remény, hogy igen, egyszer majd ott lehetek? Vagy... Én inkább biztosan éreztem, hogy szerintem ennek olimpiai számnak kell lennie, hiszen ugye a nemek egyenlősége miatt már ugye hangoztatták, hogy ez így be fog következtetni, de hát inkább a kenu szeretete, ami motivál, nem is az, hogy akkor most milyen versenyre lehet kijutni, úgyhogy mi eddig is úgy készültünk, mintha olimpiai szám lenne, úgyhogy olyan versenyzőkkel edzettünk együtt, akik olimpiára készültek, úgyhogy sokban nem változik igazából az edzés munka. Viszont most sok világbajnoki szám lesz, úgyhogy hajrá lányok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük.